Nagy-nagy szeretettel üdvözlök mindenkit! Bak, szeptember. Rögtön szeptember 2-án a Plutó csillagjegyet fog váltani, tehát vissza fog térni a bakba. Ismét a bakban lesz. Ez nagyon fontos, nagyon jelentős esemény. De erről van külön videó, videók, külön-külön minden csillagjegynek érdemes megnézni, meghallgatni. Holdfogyatkozás szeptember 18-án, erről még csak lesz videó. Több bolygó retrográd. A Merkur már nem lesz retrográd, ez nagyon jó, viszont ezek a monster bolygók, ahogy én szoktam mondani, a Plutó retrográd, a Neptunusz is, a Szaturnusz is, Szaturnusz a ti bolygótok, és ide fog csatlakozni hozzájuk az Uránusz is. Az Uránusz a váratlan dolog, a hirtelen esemény. A retrográd bolygók tudnak minket egy picikét visszafele húzni, de adhatnak egy második esélyt is. Na de nézzük, szeptember eleje. Na mi van itt? Királynő, csodálatos, erős tűz energiát kaptunk. Nagyon aktív ez a királynő. Lehet egy ilyen királynő segít nekünk, kos oroszlán vagy nyilas, vagy lehet az aszcendensünk, vagy éppen a holdjegyünk, kos oroszlán vagy nyilas. Ezért szoktam mondani, hogy érdemes mindig 3 kirakást megnézni. Kiegészítik egymást. Lehet, hogy pont a holdjegyünk most erősebb. Főleg ugye itt lesz a holdfogyatkozás. Nos, nézzük, mit akar nekünk mondani ez a királynő. Ha ilyen aktívak leszünk, mint ez a királynő, ez nagyon jó, mert ugye itt már a Merkur nem retrográd, igenis aktívnak kell lenni, igenis érdemes valamibe belevágni, valamit elkezdeni, a kártyapakli ajánl, ráadásul ász és kardokász, ott a korona. Egy új ötletünk támadhat, egy új tervünk születhet. Hát csodálatos. Igen, aktívnak kell lenni. Érdemes itt menni a célokhoz. Nos, az akasztott ember mit akar nekünk mondani? Ha netán áldozatok vagyunk, akkor épp ideje megszabadulni ettől a szereptől. Épp ideje megszabadulni. Hát, ha valaki, akkor ez a királynő képes megszabadulni az ilyen problémától. Nos, a tükörnek az őrzője. Hoppá, ez a kártya nekem szól. Külön. Egy pillanat. És ász. Kejhek, ez új boldogság forrás. Ez nagyon jó. Nos, menjünk tovább. Tízes, és megint van itt tűz energia. Ez a kártya bizony, hogy mutat olyat, hogy más helyet dolgozunk, vagy más helyet ugye cipeljük azt a terhet, így is lehet mondani. Tehát nem hiába itt van ez a 12-es, az akasztott ember. Tehát másnak a terhét cipeljük, kvázi kihasználnak minket, kvázi áldozatok lehetünk, ugye? Na, erre érdemes odafigyelni. Érdemes. Még egyet húzunk. És 6-os, tökéletes. És ez is tűz energia. 6-os, a győzelem a győztesek kártyája. Nagyon jó. Le tudjuk győzni ezt a bizonyos problémát, meg tudunk szabadulni ettől az áldozat szereptől. Lehet, hogy vállaljuk tudatosan ezt a szerepet valamiért. Például ugye akasztott ember fejestől beleugrunk a tanulásba, ugye feláldozzuk itt az időnket, az energiánkat, a pénzünket.
Nehéz, nehéz ez a tanulás, nehéz ez a teher, de már majdnem, majdnem célba értük. Még egy picit bírni kell, tehát itt van értelme ennek az áldozat szerepnek, de mivel megjelent nekünk a hatos, a győzelem, úgyhogy célba érünk. Tehát ez más. Itt értemes. Érdekes kezdés. Na, menjünk tovább. Na, menjünk tovább. Tehát 78 ajtó. Milyen ajtó kinyílik? Milyen ajtó becsukódik? Ugye a Plutó ismét a bakban, a Plutó a nagy változás, a Plutó az élet és a halál. Valami véget ér, valami elkezdődik. Na, nézzük! Ó, de csodálatos ez a király, hát ez maga a bak. Ez csodálatos. A Plutó tényleg képes arra, hogy királyok legyünk. Egyszerűen a Plutó tényleg képes arra, hogy királyi életet biztosítson nekünk. Tehát itt a király, ez csodálatos, megtalálni a kincset. A Plutó maga a föld alatti kincs is, a föld alatti kincseknek az uralkodója. Na, lehet, hogy tényleg találunk egy kincset a kertünkben, kiássuk a kincset, hát ez is lehet. Ez is ide tartozik a Plutóhoz, de a lényeg, hogy ez a király üzeni nekünk, hogy királyok és királynők leszünk. Lehet, tényleg itt most már megszabadulunk ettől az áldozat szereptől. Micsoda kártyák? Négyes boldogság. Boldogság, ünnep, harmónia, stabilitást mutat nekünk ez a kártya, a család kártyája, ott lehet látni. Ott van a család, mindenki boldog. Nagyon jó. De ez a király is ad nekünk biztonságot. Hát hogyne? Egyébként ő az a tökéletes férj jelölt. Pénze is van, biztonságba is lehetünk mellette. Megvéd minket. Az a legtökéletesebb partner. Na, mi van itt? Négyes kelyhek, megint egy négyes. A négyes után négyes. Tűzenergia, itt viszont vízenergia. A vízenergia adhat valamilyen kis... Hát, lehet szomorúság ez, lehet depresszió, de lehet, hogy ez egy önsajnálat, hogy ó, milyen szerencsétlen vagyok. Vagy lesz egy ilyen napunk, amikor ezt fogjuk érezni, hogy szerencsétlen vagyok, és elegem van mindenből, és semmi nem érdekel, és egész nap csak tévézni fogok, és chipset enni, és hagyjanak békén. Lehet. Hát, ha ez csak egy nap, akkor nem baj. Ne legyen ez hosszú távú. Tehát azért arra oda kell figyelni, de ha ez csak egy nap, akkor ennyi belefér. Megyünk tovább. Szeptember vége, itt belépünk a karmikus folyosóba szeptember 18-án, tehát a holdfogyatkozás és a napfogyatkozás között. A napfogyatkozás október 2-án lesz. Karmikus folyosó, ott ha valamire igent mondunk, valamit aláírunk, óvatosan, mert az lehet végzetes. Ha netán megbánjuk azt a dolgot, nagyon nehéz lesz attól megszabadulni. Lehet, hogy lehetetlen. Ha tényleg biztosak vagyunk a dolgunkban, akkor lehet. Hatos, ez nagyon jó, hatos kardok, a hátunk mögött hagyjuk a nehézségeket. Megyünk a boldogsághoz, a szebb jövőhöz. Nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó. Tehát itt a változás. A változás. Hát a Plutó utoljára a bakban. Legközelebb 240 év múlva lesz ilyen eseményünk, úgyhogy itt még nagy dolgokat, igen, okozhat az akasztott ember. Megint milyen érdekes, az előbb a nyilasnak volt a kirakás, ott is
Jött folyamatosan ez a kártya, egyik a másik után az akasztott ember. A Neptunusznak a kártyája. Ugye a Neptunusz itt egyébként segíthet nekünk, mert a holdfogyatkozás és a Neptunusz, igen, tehát itt jó kis páros lesznek. A Neptunusz maga a csoda, egy probléma megoldódhat, hát milyen módon? Azt fogjuk mondani, hogy ez tényleg egy csoda. Ez tényleg egy csoda. Csoda történt. A probléma megszűnt valahogy, magától. A kártya pakli alján itt viszont a csillag, a Neptunusz az, aki segít nekünk megvalósítani az álmainkat. Pontosan a Neptunusz. Lehet, hogy azt hittük, azt éreztük határozottan, hogy mi ezt a csillagot már nem tudjuk elérni. Kész. Meghalt a remény. Ez a kártya maga a remény. Ez lehetetlen. És bizony, hogy a fentiek megmutatják nekünk, hogy már pedig ez lehetséges. Hogyan? Varázslat. Azért ezt itt hagyjuk. Lehet azért a bizonyos álomért valamit fel kell ezt áldozni, ez is benne van a pakliban, ugye, mivel ez általános kirakás, hatos, nagyon jó, megint megjelent ez a hatos. Itt van a győztesek kártyája, nagyon jó, a győzelem. Ezt meg kell lesz ünnepelni, ezt érdemes lesz megünnepelni. Teljesül egy álom, elérjük azt a csillagot. Itt a győzelem. Ez nekem nagyon tetszik, megyünk tovább. Na, mit mondanak nekünk a varázslók? A varázslók. Na, nézzük. Hatos, megint a hatos, és megint kardok. Nagyon jó. Másodszor megjelent nekünk. Ez egy nagyon jó jel. Egy kártya, ha kétszer megjelenik, azt üzeni nekünk, hogy figyelj rám, figyelj, hogy mit akarok neked üzenni. Vége a nehézségeknek. Vége a szenvedésnek. Kész. Ott hagyod. Haladsz tovább a szebb jövőhöz. Ez nagyon jó. Ez nagyon biztató. Mind a kettő kártya, ugye, nagyon biztatóak. Na, egyformák. Ez nekem nagyon tetszik. És egyébként a negyedik hatos, ugye kettő darab kardok, hatos, a hátunk mögött hagyjuk a nehézségeket, és megyünk a boldogsághoz. Kettő darab hatos, tűzenergia, botok hatos, a győzelem kártyája. Zseniális! Hát ez zseniális. Hát a Plutó erre képes drasztikusan megváltoztatni az ember életét, pillanatok alatt boldogságot adni, hatalmat adni, pénzt adni. Ez nekem tetszik, megyünk tovább. Nos, itt az erő. Na nézzük. Nézzük meg ezt a négyest. Mi ez a kis szomorúság a kártya pakli alján? A ti kártyátok, az ördög. Na, mi van itt? Ötös, a harc. Harca démonokkal, a kis ördöggel, ami bennünk él. Harcolni. Például ez a négyes mutat olyan dolgot, le akarunk valamiről szokni, mondani, ami toxikus számunkra, legyen az dohányzás, vagy alkohol például. És hát igen, ez nem könnyű, főleg ugye itt az elején, akkor lehetünk ilyen nyomasztott állapotban, ilyen szomorúság keringhet, bennünk ilyen érzés, hogy még egy utolsó szál cigarettal,
még egy utolsó pohárka, és akkor tényleg befejezzem. Tehát ez a kis ördög folyamatosan, hogy kísért minket még egy picikét, tehát küzdés, harc ezekkel a kis ördögökkel, ezekkel a kis démonokkal lehet itt, lehet, de ugye van kettő darab hatos botok, hatos, az ötös után jön a hatos, itt van az egyik, és itt van a másik, a győzelem, tehát sikerül ezt legyőzni, csak akarni kell. Tűzenergia, az viszont akarat. Az viszont akarat. Tehát a kezünkben van ez a dolog, meg tudjuk magunkat szabadítani ezektől az ördögi láncoktól. Nos, hát legyen így. Megyünk tovább. Na, mi van itt még? Na, nézzük. Megnézzük ezt a kártyát, ezt a 12-est. Na, mi ez itt? Aha, milyen érdekes. No, ez is nagy árkánom, ez viszont a remete. Mint a remete, mint az akasztott ember, szeretnek valamibe belemerülni. Például a tanulásba belemerülni. Lehet valaki elkezd tanulni, intenzíven tanulni, belemerül a tanulásba, kizárja a külvilágot. Hát mind a kettő kártya mutat ilyet, például, vagy belemerülni valamibe, valamit kutatni, keresgélni, valamilyen információ után kutakodni. Tehát ilyen dolgokat mutatnak ezek a kártyák. A remete szeret elvonulni, és szeret magába nézni, megismerni önmagát. Rájönni valamire. A bölcsesség kártyája. Rájönni, hogy valójában milyen szerepet vállalok. Tehát, ha ez nekem negatívum, ha toxikus, akkor épp ideje ettől megszabadulni. A remete megtalálja a megoldást a problémára például. Milyen érdekes kártyák jönnek itt. Micsoda kártyák? Még szeretnék húzni egy kártyát. Az eredeti Rider Tarot. Na, mit mond nekünk? Még ebből húzunk. Ugye azért itt a bak a főszereplő. Szeptember 2-ától november 20-áig a Plutó a legnagyobb hatalom, a nagy pénz, a nagy transformátor, és most utoljára a bakban a mágus. Ez viszont nekem nagyon tetszik. De nagyon. Ez maga a varázslat, ez maga a mágia. A Neptunusz is segít, a Neptunusz is maga a varázslat. A mágust azt üzeni, hogy én egyedül képes vagyok mindenre. Képes vagyok legyőzni a problémákat, megszabadulni az összes negatívumtól, a toxikus dolgoktól, ezektől az ördögi láncoktól képes vagyok megszabadulni, és én egyedül képes vagyok elérni a célokat. Én képes vagyok rá. A kártyapakli alján a torony, a váratlan rombolás, tehát épp ideje robbantani valakinek, szétrobbantani azt a lufit, azokat a korlátokat, minden, ami korlátoz minket, azt mondani, hogy elég. Nem hiába megjelentek itt a 1-2 az akasztott ember, 2 darab, tehát az áldozat. Épp ideje robbantani. Épp ideje. Ez nekem nagyon tetszik. Úgyhogy ennyi. Itt a mágus, itt a varázslat. A saját életem mágusa lehetek. Az lesz, amit én akarok, amit én kívánok.
itt a kapcsolat a fentiekkel itt van. Ugye? A mágusnak az egyik keze fönt van, a másik lent. Lent, ez a föld, fent, ez viszont az univerzum. Itt van ez a misztikus kapcsolat. Jó ez nekünk, jó ez. Na, itt mi van? Kilences, ez is csodálatos. Teljesülnek az álmok, ott a katicabogár mindig valamilyen pozitívumot mutat nekünk. Bárhol látunk katicabogarat, bárhol. Legyen az élő, legyen az nyáron, legyen az télen, legyen az egy képeslap, az mindig egy szerencse. Az mindig egy pozitív jel nekünk. Itt a kehek megtelnek boldogsággal. Teljesül a kívánságunk, a Neptunusz erre képesít, segít nekünk, és még egy levél, hatos, a harmadik kardok, hatos, a harmadik, ez nagyon erős, a harmadik. Egyébként az ötödik hatos, tehát az előre menettel, az előre haladás, ez nagyon tetszik nekem, tehát három hatos kardok. A hátunk mögött hagyjuk a nehézségeket, és irány az új élet. Csak akarni kell, mert kard maga az ész, a gondolat az akarat, amit a kis fejünkbe eldöntünk. Ha én azt mondom, hogy elég volt ebből az áldozatszerepből, elég volt ebből az életből, elég volt ezekből a korlátozásokból, akkor képes vagyok változtatni. Tehát itt a kezemben van a sorsom, és itt a mágus. A mágus azt üzeni még egyszer, hogy én egyedül képes vagyok ezt megtenni. Képes vagyok elérni a célomat. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Sziasztok!